találtunk egy lehetőséget a közösségünkben egy ukrán oldalon lévő Krisna hívőn keresztül, aki el tudja jutatni Ukrajnába olyan településekre ezeket a tartós élelmiszereket, ahol az ottani Krisna hívő bakták tudnak főzni belőle azoknak az embereknek, akik azokon a településeken élik az életüket, ahol most háborúnak. Az Ételt az Életért Alapítvány, vagy Food for Life, az egy nemzetközi szervezet, és ugye több országban van közösség, és a közösségen belül több helyen van ételosztás. De mivel Ukrajnában ugye most háború van, az élelmiszer nehezen jut el ezekre a pontokra, és most így segítünk ezeknek a Krisna hívőknek, baktáknak, hogy tudják folytatni ezt a ételosztó missziójukat. Hamarosan odaérünk a határhoz, azt mondja, hogy a GPS azt mondja, 48 perc, mert mindenki nagyon elülte magát. Nincsen autópálya, csak ilyen kis madzagutakon közlekedünk, de mindenki nagyon lelkes. Köszönjük nektek szépen a sok-sok adományt, amit küldtetek. Próbáljuk a legjobban elkölteni azt a pénzt, amit küldtetek nekünk. Sokan küldtek amúgy tartós élelmiszert is. Ami nagyon fontos most ebben az időben. És nagyon fontos az is, hogy ezt a pénzt, amit ránk bíztatok, a legjobban, a legnagyobb odafigyeléssel tudjuk elkölteni, és azoknak eljutatni, akiknek a legnagyobb szükség van most ezekben az időkben. Szeretném megköszönni még egyszer nektek a támogatást, és hogyha van módotok, akkor kérlek segítsetek nekünk, hogy tudjunk másoknak segíteni, és ezt megtehetitek a karitatív.hu-n keresztül, vagy az ételt az életért.hu-n keresztül. Köszönjük szépen! És elfelejtettem mondani, hogy még ugye Budapesten is folytatódik ugye az ételosztás, a napi rendszeres ételosztás mellett azokat a helyeket is ellátjuk meleg étellel, ahol sok-sok menekültet fogadnak be Budapesten. És ugye a keleti és a nyugati pályaudvarokon is meg lehet találni minket és a segítőinket, akik meleg ételt osztanak minden nap. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, minden jót nektek, Hare Krisna!